Köszöntöm nézőinket a Studio KB május 7-i adásában, melyben elsőként beszámolunk az általános iskola energetikai korszerűsítéséről, az Ircsi önkormányzati tűzoltóság megyei elismeréséről, majd felhívjuk a figyelmet az Ircset is érintő országos Tour de Hongrie kerékpárversenyre. Interjút láthatnak dr. Vermes Tamás főigazgatóval, az Ircsi Erzsébet Kórház rendelőintézet újraindult műtéti eljárásairól és az online időpontfoglalási rendszerről ad tájékoztatást. A fák oltványozásának fortiaiba avat be Weber János. Összeállításunkat követően egészségügyi rovattal zárjuk műsorunkat, ezen a héten az iskola érettségről, s azon belül a tanulási készségekről, valamint a kompressziós kezelésekről lesz szó. Jó szórakozást kívánunk! Befejeződött az Ircsi iskola energetikai korszerűsítése. Zirc városi önkormányzat 133,21 millió forint 100%-os intenzitású támogatást nyert az Ircsi Reguliantal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítására, mely segítségével az általános iskola felső tagozatos Rákóczi téren lévő épületegyüttesének két fő épülete újulhatott meg. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Önkormányzatunk 2016-ban nyújtott be pályázatot a terület és település fejlesztési operatív program keretén belül a Városközponti Épületegyüttes energetikai korszerűsítésére. Az érintett iskolai feladatellátási helyen régi, több évtizedes korú, rossz állapotú épületekben zajlott az oktatás. Egyrészt az épület használhatósága volt nehéz, másrészt nagyon magas költséggel tudott csak üzemelni. A fejlesztés célja az volt, hogy az épületek komplex energetikai megújulása révén megfelelő, komfortos környezet létesüljön, illetve csökkenjen az energiafelhasználás. A projekt kezdete óta a műszaki tartalom módosítása után a megvalósítást tartalmazta az A épület nyílászáróinak cseréje és homlokzati, valamint pince és padlás födém hűszigetelését, a B épület magas tetős épület részének nyílászáróinak cseréjét és a padlás födém hűszigetelését, a B épület lapos tetős rész nyílászáróinak cseréjét és homlokzati, valamint pince és padlás födém hűszigetelését, két darab összesen 25 kW csatlakozási teljesítményű napelemes rendszer telepítését, valamint a két érintett épület akadálymentesítését. A projekt eredményeként az épület villamos energiafogyasztását nagyrészt napelemek termelik, továbbá jelentősen csökkent a földgáz felhasználás, egyúttal jelentősen javult az épületben dolgozók, tanulók komfortérzete. A projekt hozzájárul a káros üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentéséhez, valamint a költség megtakarításhoz is. A projekthez kapcsolódóan iskolai szemléletformáló képzést is tartott az iskolában az önkormányzat. Dányi Béla tűzoltó dandártábornok, a Veszprém megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója hagyományosan a tűzoltóság napja alkalmából a 2020-as év Veszprém megye önkormányzati tűzoltója címet adományozta Kovács Dénesnek, az Ircsi önkormányzati tűzoltóparancsnokság rajparancsnokának, a 2020-as év Veszprém megye önkormányzati tűzoltóparancsnoksága elismerő címet pedig az Ircsi önkormányzati tűzoltóparancsnokságnak. Gratulálunk az elismerésekhez, terveink szerint jövő heti műsorunkban megszólaltatjuk a kitüntetésben részesülteket. Zircet is érinti hazánk legnagyobb kerékpáros eseménye, városunk lesz az egyik helyszíne a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny részhajráinak. A mezőny május 14-én pénteken délután érkezik Zircre. Magyarország legnagyobb kerékpáros eseménye a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny május 12-én Siófokról indul, és május 16-án Budapesten majd véget ér. A szervezők tájékoztatása szerint nemzetközi profi csapatok is neveztek a versenyre,
A legmagasabb jegyzettek közül 6 World Team is rajthoz áll majd a futamon. A körverseny május 14-én várhatóan 15 óra 9 perckor érinti Zirc települését. Szélsőséges időjárási körülmények között plusz-minusz 5 perc eltérés lehet kijelölni az időponttól. A mezőny Lókút irányából érkezik városunkba, és Kardosrétnél hagyja el a települést. Az Zirci részhajrára a verseny harmadik, Veszprém és Tata közötti szakaszán kerül majd sor. A versenyt ugyanolyan színvonalú technikai felszereltséggel közvetítik, mint a világ legnagyobb kerékpárversenyeit, így például a Tour de France-ot. Éppen ezért nagyon sok fotó és légifelvétel is megjelenik majd a műsorban, az Eurosport és az M4 adástervébe is bekerült. A rendezvényt az aktuális járványügyi helyzet és az érvényben lévő szabályozások szerint rendezik meg. További információk az eseménnyel kapcsolatban a www.tourdeangri.hu oldalon találhatók. Az egynapos műtétek újraindításáról, az online időpontfoglalásról és a post-covid tünetek kezeléséről is kérdeztük dr. Vermes Tamást, az Irci Erzsébet Kórház rendelőintézet főigazgatóját. Több mint egy éve küzd már az egész világ a koronavírus járványhelyzettel. Az Irci Erzsébet Kórház és Rendelőintézet főigazgatójával, dr. Vermes Tamás úrral március elején beszélgettünk utoljára. Azóta sok minden történt. Beszéljünk először a járóbeteg szakellátás mostani helyzetéről. Hogyan működött? Most volt ugye márciustól egy komolyabb szigorításos időszak. Tudtak-e jönni a betegek a szakrendelésekre? Maradt-e el bármi? Van-e ledolgozandó hátrány a rendelések igénybevételével? Hogy működik most a járóbeteg szakellátás? Köszöntöm a nézőket én is. A járóbeteg ellátásban igazából nagy fennakadás nincs. Tehát azok az orvosok, akik eddig a járóbeteg szakrendelést végezték, többnyire most is ugyanabban az időben és ugyanúgy rendelnek tovább. Néhánynak a munkaviszonya megváltozott, de ez gyakorlatilag a betegeket nem érinti, a betegellátást nem érinti. Egyetlen egy szakrendelésünk van, amelyik hát most május folyamán szünetelni fog, ez a fülorgégészet, mert annak a rendelő orvosai még nem döntötték el, hogy és milyen formában tudnának és szeretnének jönni Zircre. A többi szakrendelés a megszokott időben zajlik, komolyabb várólistánk nincs, tehát szerintem a betegek hamar bejutnak. Annyi van, hogy a beutaló köteles rendelésekre eddig is be kellett jelentkezni, most a beutalót nem igénylő rendelésekre is be kell jelentkezni időpontra. Ez végül is egy járványügyi intézkedés, de nagyon komolyan gondolkodom rajta, hogy ez a járvány utáni időszakra is maradjon fenn, mert így sokkal irányítottabb a betegeknek a forgalma, és így valószínűleg a várakozási idejük is elviselhetőbb. Új szolgáltatásként, új lehetőségként online időpontfoglalásra van lehetőség egyes szakrendelések esetében. Ez hogy működik? Így van. Hát ezt még nem tudjuk a gyakorlatban megmondani, hogy működik, mert néhány napja vezettük be ezt a rendszert. Az információk, amiket kaptam eddig, hogy működik, működőképes, gyakorlatilag interneten is be lehet jelentkezni, tehát mostantól az Irci Kórházban a bejelentkezés módja vagy online felületen a kórház honlapján, vagy telefonon a recepcióban, ahogy eddig, vagy személyes megjelenéssel a recepcióban. Én tanácsolnám mindenkinek az online bejelentkezést, hiszen a telefonközpontunk eléggé lefoglalt, különösen a járóbetegrendelés idejében, és valóban érkeztek olyan panaszok, hogy nehéz felhívni a kórházat. Tulajdonképpen ezért is döntöttünk így. Ezen túlmenően tervezzük egy olyan beteg irányító automata beszerzését és berendszerbeállítását, ahol már direktben a szakrendelésre is be tud jelentkezni a beteg. Tehát ha például valaki a sebészetre előjegyezte magát online, akkor amikor bejön, az automatán a sebészet gombot nyomja meg, és akkor ez automatikusan a sebészeti szakrendelő váró listáján jelenik meg. Innentől a recepcióban való jelentkezés és sorbaállás
megszűnhet. Próbáljuk ezt is minél hamarabb beszerezni és rendszerbe állítani. Új információ is megjelent a kórház Facebook csoportjában vagy felületén, miszerint post-covid tünetekkel, post-covid betegségben szenvedők jelentkezhetnek a belgyógyászati osztályon. Mit jelent ez a post-covid állapot, és hogy fog ez működni, milyen kezelés vár azokra a betegekre, akik ilyen panaszokkal jelentkeznek? Ez nem egyszerű kérdés. A COVID fertőzésen átesettek nagyon-nagyon sok utótünettel rendelkeznek. Rengetegnek nem jön vissza a szaglása, ízérzékelése, de mozgásszervi problémákat is okozhat. Sőt, a neurológus kollégáktól azt hallom, hogy MR vizsgálattal is kimutatható agyi elváltozások maradnak vissza, légzőszervi problémák maradhatnak vissza, kardiális problémák maradhatnak vissza. Nyilván az Érci Kórház nem felkészült ennek a komplex tünetegyüttesnek a kezelésére, ezért döntöttünk úgy, hogy alapvetően akinek a COVID után valamilyen elhúzódó panasza van, ő inkább a belgyógyászaton jelentkezzen, mert azért ezeknek a tüneteknek a jelentős része inkább a belgyógyászati témakörbe tartozik, és hogyha valóban indokolt, akkor egy nagyobb, szélesebb spektrumú ellátást adó kórháznak a COVID ambulanciájára utaljuk ezeket a betegeket. Lehet, hogy lesz, ami tünetmentesen is megszűnik egy pár hét alatt, lehet, ami tartósan megmarad, ehhez mi nem értünk, különösebben nem is vagyunk erre felkészülve, tehát mi egy ilyen előszűrési jelleggel tanácsoljuk a belgyógyászati szakrendelés igénybevételét, és nyilván, ha speciális ellátásra van szükség, akkor a beteg egy speciális ellátó intézménybe kerül majd. Március közepén a mozgásszervi rehabilitációs osztályon megbetegedést tapasztaltak, fertőtlenítették a katonák azt a kórházi részleget, utána a betegeket hazaküldték, le kellett állítani a különböző kezeléseket is. Most mi a helyzet a mozgásszervi rehabilitációs osztályon? Valóban, amikor ezt a COVID-fertőzést észleltük, akkor elvégeztük az osztálynak a fertőtlenítését és a kiürítését. Ez járványügyi szempontból is indokolt volt, hogy egy alapvetően steril osztályon, hogyha megjelenik egy fertőzés, akkor egy záró fertőtlenítés után lehet megnyitni. Ráadásul az operatív törzs és az országos kórházi főorvos utasítására a kórházaknak tartalékhelyeket kellett készíteni azért, hogy az aktív COVID-ellátó osztályok tudjanak a már gyógyuló félben levő, vagy gyógyult, de még haza nem engedhető betegektől, beteget áthelyezni. Hiszen oda érkeznek új COVID-fertőzött betegek. Mi ezt a feladatot kaptuk, mivel az Érci Kórház COVID-mentesített kórház, tehát COVID-beteget nem tudunk ellátni, azt a feladatot kaptuk, hogy az egész megye területéről, tehát Veszprém megye területéről a mozgásszervi és a neurológiai utókezelést igénylő betegeket vegyük át. Tehát az operált szomnyaktörötteket, lábszártörötteket, bokatörötteket és mindazokat a betegeket, akiknek mozgásszervi rehabilitációra szükségük lehet, és haza nem engedhetők. Ugyanígy az ideggyógyászati eseteket, elsősorban a sztrókon átesett betegeknek az utókezelését bízták ránk. És ezekkel a betegekkel kezdtük el feltölteni az osztályt. Most már látjuk, hogy a 75 ágy bőségesen elegendő arra, hogy tudunk felvenni a korábbi beteganyagból a hazaküldött betegek egy részét, akiknek félbe maradt a kezelése, illetve új előjegyzett betegeket is. Gyakorlatilag most a 75 ágynak olyan 60%-a telített, tehát mindig van annyi tartalék ágyunk, hogy tudunk átvenni más kórházból beteget, de elkezdtük már az alaptevékenység szerinti munkát is.
Ugyanez a helyzet a krónikus belgyógyászati osztályunkon, ahol a 62 ágyon olyan 50 körüli betegszámmal működünk, tehát bármikor tudunk segítséget nyújtani az aktív ellátó kórházaknak, van üres ágyunk, tudunk fölvenni beteget, de indokolatlan, hogy üresen tartsuk az osztályt, hiszen az ott fekvő betegeknek is szükségük van ellátásra. A krónikus belgyógyászati osztályon korábban komoly számú koronavírusos megbetegedés volt mind a betegek körében és az őket ápoló dolgozók körében is. Akkor emiatt nem is lehetett beoltani sem az időseket, sem pedig az ott dolgozókat ugye a 3 hónapos várakozási idő után. Menet közben biztos, hogy vagy bízom benne, hogy javult a helyzet, nem voltak újabb megbetegedések. Ott megkapták-e az oltásokat az ott dolgozók, illetve a betegek? Ott most hogy zajlik az élet, esetleg a korlátozások, a bezártság csökkenthető volt-e? Hát a krónikus osztályon az a helyzet, hogy valóban volt ott is egy újabb COVID-fertőzés. 10-12 betegnél találtuk pozitívnak a tesztet. Szerencsére közülük egyetlen egynek voltak olyan tünetei, ami indokolta egy másik kórházba való áthelyezést. A többi beteget izoláltuk, szerencsére az épület adottságai lehetővé teszik, hogy egy külön folyosón tudtuk izolálni a pozitív betegeket és az ő kontaktjaikat, akikkel ugye egy kórterembe feküdtek, illetve azt is be tudtuk vezetni, hogy más intézetből érkező beteg ugyan negatív teszthez kötjük a felvételt, de egy 10 napig szintén egy külön részlegen folyosón tudjuk elhelyezni a lappangási idő alatt, mert ha közben mégiscsak valamilyen pozitivitás vagy tünet jelentkezne, akkor nem veszélyezteti a negatív betegeket. És ők vannak ugye a harmadik részen. És ez tulajdonképpen egy ilyen szorgós és nagyon fegyelmezett munkával, aminek voltak ugye higiéniai előírásai, a védőruházat, az egyéni védőeszköz, voltak bizonyos betegszervezési kérdései. Tulajdonképpen sikerült felszámolni ezt a pozitivitást, és gyakorlatilag most nincs COVID pozitív beteg az osztályon. Lehet látogatni az egészséges ott fekvő időseket, betegeket, vagy még ezek a korlátozások még nem feloldhatóak? Hát sajnos még az egészségügyi miniszter által elrendelt látogatási tilalom érvényben van, és ezt saját hatáskörben az intézményvezető nem oldhatja föl. Tehát ebben az ügyben még várunk egy kormányzati intézkedést. Én bízok benne, hogy ahogyan az oltások száma nő, ahogyan a járvány helyzet kedvezően alakul, akkor talán már a látogatási tilalom is enyhül, vagy valahogyan korlátozni tudjuk, mert valóban ez egy nagyon nehéz időszak volt a betegeknek, megviselte őket mentálisan, pszichésen, hiszen a kapcsolattartásuk azért nagyon korlátozott volt. Évelejétől oltóközpontként is működik az Érci kórházban kialakított helyiségekben az intézmény munkatársaival és katonákkal együttműködésben. Lehet-e azt tudni, vannak-e számok, hogy hányan kaptak itt első, illetve második oltást, hogy összesen hány Zirc környéki embert sikerült itt beoltani, milyen vakcinákkal és milyen szabályokkal működik az oltópont? Hát sajnos összeszámot nem tudok mondani, ez most itt nem áll rendelkezésemre, de azt úgy általában lehet mondani, hogy 3 vagy 4 napon át általában minden héten van oltás az Érci kórházban. Ebből az egyik nap biztos hétvégi nap, szombat vagy vasárnap. Számos típusú vakcinával oltottunk AstraZeneca-val is már, oltottunk Sputnikkal, Sinopharmmal és Pfizerrel. Nyilván a szempont, hogy aki az első oltást egy valami oltással megkapja, akkor a második oltásnál is ugyanaz legyen az oltóanyag.
Általában egy oltási napon 200-250, de időnként 300 ember is megjelenik. Tehát összességében szerintem több ezres, vagy talán már a 10 000-hez is közelíthet az a létszám, akit beoltottunk, hiszen ugye volt egy, a múlt pénteken volt egy olyan szabad nap, amikor interneten is szabadon bejelentkezhetett bárki, és megkapta a Pfizer oltóanyaggal az oltást, és szerintem lesz még ilyen akció, úgyhogy erre is készülnünk kell. Azt azért lehet látni, hogy kisebb az érdeklődés a kínai és a szovjet, vagy hát orosz, bocsánat, orosz vakcina iránt, és nagyobb az érdeklődés a Pfizer iránt. Talán azt lehet mondani, hogy az AstraZeneca az, amitől a legjobban tartanak az emberek. Én nem vagyok sem virológus, sem közegészségügyi szakember, nem is szeretnék ebben véleményt mondani, nem is fogok. Szerintem minden oltás jó, amit megkap valaki, biztos, hogy sokkal jobb, mint a semmi. Hogy ezek között milyen a különbség, hát én ezt meghagynám az ehhez értő szakembereknek. Meg az időnek, mert ugye a tapasztalatok folyamatosan gyűlnek. Maga az oltási hajlandóság az főigazgató tapasztalatai szerint növekszik-e, erősödik-e? Igen, úgy látjuk, hogy egyre javul. Tehát az oltási hajlandóság egyre javul, korábban azért nagyon megoszló volt ebben a vélemény, ami számomra egy teljesen megdöbbentő dolog, hogy egy olyan országban, ahol fel nem vetődik, hogy a csecsemőknek és a gyerekeknek a védőoltását szinte kötelezően be kell adni, és ezt az emberek gondolkodás nélkül megteszik a gyerekükkel, hogy egy világjárvány idején egyáltalán hogyan vetődhet föl ez a kérdés, hogy nem óhajtanak oltáshoz fordulni. Valószínűleg ennek nem csak egészségügyi okai vannak, én ezt nem feszegetném, nem firtatnám ennek az okát. Hogyha működik az online, az oltásra szóló online regisztrációs rendszer, mert ugye sok panasz volt vele, akkor lehet-e az ponton is időpontot foglalni? Természetesen. Természetesen. A jövő héten lesz hétfőn és kedden Sinopharm oltóanyaggal oltás, amire már most nyitott, vagy meg fogjuk nyitani az online jelentkezést. Tehát oda abban a kontingensben, amennyi oltóanyagot kap a kórház, lehet jelentkezni szabadon. A hét második felében Pfizerrel fogunk oltani, de az másodoltás lesz, tehát oda azok fognak behívót kapni, akik az első oltást itt kapták meg Pfizerrel. A kórházi oltóponton, illetve a kórház maga oltotta be az egészségügyi dolgozókat, a város összes intézményéről beszélhetünk. Ez az átoltottság, az oltási arány az egészségügyi dolgozóknál most már milyen szinten van? Szerintem elég jó szinten állunk ebben. Az orvosoknak csak nem 100%-a kérte és vállalta az oltást. Egyetlen kollega nem kapott oltást, de ő igazoltan átesett a COVID fertőzésen, és megfelelő szintű ellenanyaggal rendelkezett. Az egészségügyi dolgozóknak a 78%-a oltott, és az egészségügyben dolgozók, tehát az egyéb műszaki, gazdasági és egyéb hát ilyen segítő-támogató területen dolgozóknak meg a 72%-a. Ez véleményem szerint országos átlagban egy ilyen jó átlagnak számít, úgyhogy itt is az volt, hogy azért néhányan igazoltan átestek a fertőzésen, vagy olyan betegségük volt, ami miatt ez az oltóanyag ellenjavolt volt, hogy megkapják. Május 3-ától újraindultak az egynapos sebészeti ellátásnak a műtétei. Milyen feltételekkel jelentkezhetnek a betegek? Mennyi műtét maradt el, mennyit kell várakozni, hogy sorra kerüljenek? Hát ugye március 8-a óta nem operálunk a miniszter úrnak a intézkedése és rendelkezése alapján.
nagyon sok műtétünk maradt el. Nem ismerem az összes kollégának az előjegyzési listáját. Én magam tudom mondani, hogy a késsebészeti betegekből körülbelül 60 a jelenleg várólistán levő beteg. Ezek egy része elmaradt márciusban, egy része pedig azóta jelentkezett és műtétet igényel. Próbáljuk behozni a lemaradást. Májusban még csak helyi érzéstintésben tudunk műtéteket végezni, hiszen az altató orvos kollégák még Veszprémbe a Covid ellátással vannak elfoglalva, és nem jut idejük ezt a tevékenységet végezni, de sok műtét elvégezhető helyi érzéstintésben. A műtéteknek jelenleg az a feltétele, hogy a beteg vagy rendelkezik oltási igazolvánnyal, vagy egy 48 órán belüli negatív PCR teszttel. És bejövetelkor reggel mi megcsináljuk a gyors tesztet. És ha tünetmentes és negatív a teszt, és megvan az oltási igazolvány, akkor a műtét biztonsággal elvégezhető, természetesen a megfelelő védőeszközök alkalmazásával. Úgyhogy jelenleg most ez a helyzet, telefonon értesítjük ki a betegeket, a betegek figyelik a honlapot, ők is jelentkeznek erre a műtétre. Én nagyon bízok benne, hogy május folyamán a helyi érzéstintésben végzett műtéteket be fogjuk tudni hozni, és júniustól már gyakorlatilag, hát real time, azaz a jelentkezés pillanatában tudunk előjegyzést adni a betegeknek. Az érzéstintésben végzett műtétekre pedig júniustól van lehetőség, gondolom hasonló feltételekkel, mint ahogyan most. Főigazgató úr, hogy látja az elmúlt bő egy év időszakát? Az Érci Kórházra nagyon sok saját feladat és plusz feladat is hárult. Hogy bírják az orvosok, ápolók és az itt dolgozók ezt a megfeszített munkát? Hát minden tisztelet a kórházi dolgozóknak, mert valóban a feladataik megnőttek, és különösen kiszámíthatatlanabbá vált a munkarend. Hiszen az oltásokról naponta kapunk utasítást, hogy mikor, hogyan, mivel oltsunk. Ez egyfajta rugalmasságot igényel az ellátóktól. Ugye a COVID-pozitív betegeknek az ápolása az egy sokkal feszítettebb, sokkal fegyelmezettebb munka. Nem mondom, hogy fizikailag nehezebb, de a bezsilipelés, kizsilipelés, a szkafanderbe való dolgozás azért az mentálisan is és fizikailag is igénybe veszi a dolgozókat. Én azt látom, hogy kitűnően helytálltak az Érci Kórház dolgozói. Egytől egyig mindenki nagyon jól hozta azt, amit elvártak tőlünk, és elvárható volt ebben a helyzetben. Úgyhogy tisztelet valamennyi kórházi dolgozónak ezért, de azt igen lehet látni, hogy most már fáradnak. Ugye hosszú volt nagyon ez az időszak, és nem vagyunk annyian, hogy megfelelő pihenőidőt vagy szabadidőt kapjanak a dolgozók, hanem hát csak annyit, mint amennyit amúgy szoktak. De ugye hosszú távon a megterhelő munka és a többletterhelés azért egyfajta stresszt, egyfajta kiégettséget, egyfajta többletterhelést okoz, aminek nem is biztos, hogy most jelenik meg a tünete, amíg ugye aktív helyzetben vagyunk, lehet, hogy majd, amikor már későbben fog ez előjönni. Hát készülünk erre is, próbáljuk a dolgozóinkat amennyire lehet egyenletesen terhelni, kicsit talán forgatjuk is őket, egyelőre jól teljesítenek. Előfordult-e, hogy az Érci Kórházból, vagy a szakrendelőből bárki orvost, egészségügyi dolgozót máshova vezényeltek el? Korábban igen. Amikor az Ajkai Kórház járványkórházzá volt kijelölve, ez ugye a vírusnak az első fázisában volt, akkor igen, három dolgozónk az Ajkai Kórházba volt átrendelve, orvos nem, de szakdolgozók.
A második fázisban és most a harmadik fázisban megszűnt ez a járványkórház jelleg, így megszűnt a kirendelés is, ugye a dolgozóink most már itt dolgoznak a mi intézményünkben, ez azért nagy segítség. Főigazgató úr, hogy látja a járványügyi intézkedések hatékonyságát az Ircés térsége viszonylatában? Mennyire volt súlyos a helyzet? Most már tényleg beszélhetünk-e javulásról? Mire számíthatunk még? Én azt gondolom, hogy az Írc és környéke szerencsésebb helyzetben volt, mint az országnak más részei. Tehát figyelve azért az országos statisztikákat, illetve a megyéken belüli eloszlási számokat, azért Veszprém megye eleve nem az első 3-5-be volt a fertőzöttség tekintetében, és szerintem Veszprém megyén belül is Írc és kistérsége még jobb helyzetben volt. Mi nem sok covidos beteggel találkoztunk. Nagyon érdekes, hogy a rendelőintézetben is a jelentkező betegeknek nagyon-nagyon kis százaléka volt, ahol egyáltalán a gyanúja felvetődött a betegségnek. De ez nem jelenti azt, hogy nem voltak ilyen betegek, csak mi nem találkoztunk velük, lehet, hogy a házi orvosnál jelentkeztek, vagy otthon vészelték át ezt az időszakot. Tehát erről nekem statisztikám nincs. Én csak azt tudom mondani, hogy az Írci kórházban és a rendelőintézetben kevés COVID-pozitív beteggel találkoztunk. Mit ajánl, javasol, kér vagy vár el az Írci kórház és rendelőintézet, az orvosok, az egészségügyi ellátórendszer dolgozói az emberektől, fegyelmezettség, szabályok betartása terén, azért, hogy betegként minél kevesebbet kelljen találkoznunk? Hát én azt hiszem, hogy az emberek a napi kormányinfón és az egészségügyi kormányzat tájékoztatásán, az országos tiszti főorvosnő vagy tájékoztatásával elég sok információhoz jutnak, nem érzem feladatomnak, hogy felülírjam, vagy esetleg korrigáljam az országos tiszti főorvos nőt. Hát én azt gondolom, hogy az emberek tartsák még egy kicsit az egyéni védőeszközök viseletét, tehát azért a maszk viselését közösségi terekben. Én is tanácsolom, ha lehet, a szociális távolságot, tehát azt a 1,5 métert azért tartsák, mossanak, fertőtlenítsenek kezet, de ez egyébként amúgy sem egy fölösleges elvárás. Úgyhogy ha ez megmarad a vírusból szokásként, akkor nem mondom, hogy hasznos volt a vírus, de legalább ennyi előnnyel járt. Én már nem gondolom, hogy most olyan speciális, nagyon különleges intézkedéseket várnánk el a betegeinktől. Megmondom, leginkább egy kis megértést az egészség dolgozókkal és az oltó személyzettel szemben, mert valóban ők most már a terhelhetőség határán vannak. A tavaszi munkálatok során elvégezhetjük az oltványozást, a lassan kihaló kertészeti fortéban Weber János avatja be nézőinket, bízva abban, hogy felvételünkkel ez a ma már nem igen alkalmazott eljárás fennmarad az utókor számára is. Beszélünk. A leglényegesebb dolog az oltóveszőnek a minőséget. Ezt én ősszel a fagyok előtt lompulás után szokom leszedni, az akkori év új hajtását, amit egyébként fattyúhajtásként emlegetnek sokan. Fattyúhajtás az nem fattyúhajtás, az a következő évben már termőrügyet is hozna, de abban az évben csak levélrügyek vannak rajta. Na most ezt kell levágni, hogy jövőre majd oltóveszőként felhasználjuk, becsavarom újságpapírra, amit bevizezek, és beledugom egy nylon zacskóba. Azt is összecsavargatom, netán egy gumi gyűrűvel át hurkolom, és beteszem a hűtőbe. Én a hűtőnek a
az ajtajából belül vannak ilyen pakolási lehetőségek, oda szokom tenni, és ez ott telen át. Ezt csak akkor veszem ki tavasszal, amikor oltásra kerül a sor. És akkor ez azért, ez ott nyugalmi állapotban van. Na most az oltás, ez a héjoltást, ezt kora tavasszal végezzük. Növő holdkor, amikor a hold nő. Olvastam, hogy befolyásol van a föld felszíni dolgoknak a fejlődésébe, ebben holdnak az állása. Tehát én akkor, most is akkor oltottam, növő holdkor. Növő hold az ugye mondjuk eltart két hétig, de nem biztos, hogy az elején már mindjárt lehet. Meg kell nézni, hogy adja-e a héját az alany. Az alanyt nevezzük annak, amiben oltok. Az lehet vad, fa is, vad csemete. Tehát vadalma lehet, vagy vadkörtés. Vadba is lehet. Ha valahol az utcélin vagy az erdőszélin talál egy vad fát, akár almát, akár mit, abba nyugodtan lehet oltani. Na most lényeg az, hogy meghasítom, és a héját jobbra-balra felgyűröd. Tehát ennek követelmény, hogy az elváljon. Tehát akkor már a nedvkeringés. A nedvkeringésnek menni kell, igen. Jobbra-balra eltűröm, az oltóveszőt megvágom, lehetőleg egy vágással. Tudnék, hogyha többször vágom, akkor nem biztos, mert ennek egy nagyon lapos dolognak kell lenni, hogy pontosan feküdjön az alanyra. Tehát és akkor ezt az oltóveszőt beledugom abba a széjjel nyitott alanynak a héjába, és bekötözöm. Ezt régen mondom, rafiával csinálták, azt szerintem rafia nincs is már talán a világon. Én egyszerű kötözőmazdaggal csinálom. Lényeg az, hogy szorosra kell, és a tetejét pedig le kell zárni. Oltóviaszt írt megint a dolog, nekem nincsen. Én ezt szoktam, amivel csináltam, egy egyszerű gépzsírral, tökéletes beválik. Na most figyelni kell, ha megindul, hát nem közvetlen, de nyomon kell követni, és amikor már annyira a rügyek kipattannak meg minden, akkor lazítani kell egy kicsit a kötésen, tudni, akkor belevág. Akkor már, amikor megindul, akkor már a héj kezd összefogni. És akkor egy kis idő után, mit tudom én, a nyár derekán, akkor meg kell lazítani, hogy, és akkor újra kötözni, de lazában. És akkor, ha megindul, akkor az kész. Tehát megerett az oltás. Ennek nagyon lényeges az, hogy az oltóvesző milyen. Szerintem 80-90% az oltóvesző múlik, hogy az nyugalomban legyen. A leírás parafint ír. Tehát azzal kellene, vagy oltóviasszal kellene be oltóegyekbe az iskolákba, egyekbe a faiskolákba belemártják. Én nekem nincs ilyen felszerelésem. Én azért használom ezt a szigetelő szalagot, ez várja a víztől, megszorít is. A lényeg az, nem engedi kiszáradni. Nem engedi kiszáradni, és jó. Egyforma vastagságú faágokról van szó, mondjuk ez az. Nevezzük az egyiket alanynak. Tehát amiben oltani szeretnénk. Az az alany, amiben bele akarunk oltani. Az oltóvesző pedig, ami másik. Na most ez a kettő, így összerakom, akkor itt, amiről beszéltünk, az a kambium rész egymással találkozik. Az oltásnak az a lényege, hogy azok tátizéban legyenek egymással szemben. Na most erre kellene ráhúzni azt a gyűrűt, amit nem találtam, mondom, olyan bajban voltam. Kerestem itt már. És akkor ennek ez egy egyszerű oltási forma. Tehát egyszerűen összedugom.
egyszerűen összedugom. Tehát az egyik az alany, ugye, mert most itt így mutatom meg, de élőben ez az egyik mondjuk rajt van a fán, és akkor így van összedugva. Igen, csak... De ezt meg fogom mutatni, ki nekem megvan. Ennek a lényege az, hogy ezt általában a nemesbe oltják, tehát mert kiválasztok egy ágat, valahol találtam egy jó gyümölcsöt, amiből szeretnék szaporítani, az előbb beszéltünk róla, akkor abból veszek egy oltóágat, és akkor annak az átmérőnek megfelelően kiválasztom a nemesről a ágat, amiben be akarok oltani, és egyszerűen srégen, ferdén megvágom mind a kettőt. Ezt is lehet kötözni, de olvastam róla, meg így csinálom. Egyszerűen gumi tömlőt kell szerezni, olyan átmérővű sajnos én nem találom. És akkor összedugom. Azt a gyűrű, ez a gumi gyűrű pedig összeszorítja azt a két felületet. Tehát olyan, mintha egyé válnának. Hát ez azért kell egyforma átmérőjű is, és akkor össze van srégen vágva, passzulnak, a gumit meg ráhúzza az ember is fogja. Ez egy idaredként vettem ezt a fát, de a közepe ez meg steinerd. Ez egy oltás. Én 20 éve lakok itt, ezt valószínű akkor oltottam, nézze meg. Ez más terén, mint ez. Egyébként a levélről meg tudja állapítani, mert annak más a levele. Újraindult a kisablakos könyvkölcsönzés a Városi Könyvtárban. Kettő péntekig 10 és 18 óra között várják az olvasni vágyókat. A Bakonyi Természettudományi Múzeum is megnyitotta kapuit. Az intézmény a fennálló előírások értelmében oltási igazolvánnyal és maszkban kedtől vasárnapig 9 és 17 óra között látogatható. Kérjük, készüljenek arra, hogy a személyazonosító okmánnyal együtt az érvényes oltási igazolványt is be kell mutatni a jegyváltás előtt. A 18 éven aluliak pedig csak az oltási igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel látogathatják. Mindannyiunk védelme érdekében kérjük, hogy a múzeum megtekintésekor lehetőség szerint törekedjenek a 1,5-2 méteres távolság megtartására. Folytatjuk a gyermekneveléshez, valamint a felnőttkori betegségek megelőzéséhez, kezeléséhez segítséget nyújtó egészségügyi sorozat vetítését. A tanulószoba Minden, amit a gyermek fejlődéséről tudni kell című összeállítás 10. adásában az iskola érettségről, azon belül a tanulási készségekről lesz szó. A Doktor című sorozat e heti adásában a kompressziós kezeléssel kapcsolatos kérdésekre válaszol a szakember. A párperces kisfilmeket a Budapesti Ormos Intézet bocsájtotta rendelkezésünkre. Tanulószoba. Minden, amit gyermekünk fejlődéséről tudni kell. Iskolai érettség. Tanulási képességek. Köszöntöm Önöket! Mikor egy szülő azzal büszkélkedik, hogy az ő kisbabája bizony pár hónaposan már felállt, hát ilyenkor van az, hogy a szakember a szívéhez kap, ugyanis a mozgásfejlődés, a mozgásfejlesztés különféle szakaszai nem átugorhatóak. Legkésőbb az iskola érettség időszakában sajnos a kimaradt mozgások azok megjelennek más problémák szintjén. Posta Júliát kérdezem, az Ormos Intézet képességfejlesztő központjának szakmai tanácsadóját. Miért fontos az, hogy minden egyes mozgásfejlődési szakasz pontosan megtörténjen? Minden gyermek életében a felnőtt korhoz szükséges az, hogy a mozgás fejlődések az adott szakaszai abban az időben és abban a mértékben történjenek meg, ahogyan az a nagykönyvben le van írva, ahogy átlagosan minden gyermeknél történik. Ez azért fontos, mert a mozgás által érlelődnek be azok az idegrendszeri pályák, amik a későbbiekben, most nevezzük tanulási képességeket alakítják, vagy összességüket adják meg. Bármelyik mozgásfejlettségi szint kimarad, az későbbiekben a finom motorikában, a térlátásban, a gondolkodás minőségében okoz problémát. Ugye az már azt mondjuk, hogy talán picit késő is, hogyha az iskola érettség időpontjában
határozzák meg ezeket a problémákat, hogy merülnek föl ezek a problémák. 1-től 7 éves korig fejleszthető leginkább egy kisgyermek. Mi olyankor a teendő, hogyha 6 évesen derül ki az, hogy lehet, hogy egy egykori mozgás kimaradás miatt most probléma van? A szülők minden esetben kapnak az óvodától valamilyen visszajelzést erre tekintettel, hiszen az óvoda nagy csoportjában már kiderül ez az érettségi szint. Szakemberhez fordulva megkapják azokat a lehetőségeket, ahova a gyermeket el tudják vinni fejlesztésre, és hogyha ezt még időben elkezdik, tehát az 5 vagy 6 éves korban, akkor bizonyos képességterületeket tökéletesen fejleszteni lehet arra a szintre, hogy a gyermek mire egy év múlva iskolába megy, tehát kaphat még egy év haladékot, akkor behozza a kortársainak a képesség szintjét. Mondhatjuk azt, hogy 5-6 éves kor körül nagyjából mindenkinek szüksége lenne egy kisebb fajta fejlesztésre, legalább arra, amit otthon a szülő meg tud adni? Általában azt mondják, hogy azok a terápiák, amiket a valamilyen eltéréssel rendelkező gyerekeknek írnak elő, nem ártanak az egészséges gyerekeknek sem. Inkább azt mondanám, hogy figyeljünk arra, hogy minden lehetősége meglegyen a gyermeknek arra, hogy a képességeit kipróbálja, és legyen szemünk rá, vegyük észre, hogy mik azok a képességek, amikre szüksége lesz, és hogyha valamilyen eltérést tapasztalunk bármelyik életkorban, akkor vigyük a gyereket fejlesztésre, kérdezzük meg a szakembert. És ez nem azt jelenti, hogy minden gyermeknek folyamatosan mindenféle képességfejlesztésre járnia kell, hanem akár csak egy-egy részterület fejlesztését, néhány esetben a szülő otthon is elvégezheti. Két problémás pontot érzek itt. Az egyik az, hogyha valamilyen fejlődési lemaradás van, akkor azt mondom, hogy hú, az én gyerekemmel probléma van. Ez az egyik egy pánikot okozhat, vagy esetleg egy elutasítás pont emiatt, hogy nem, hát az én gyerekem tökéletes. A másik pedig az, hogyha akár egy kisebb eltérés is van, és én szakemberhez fordulok, lehet, hogy a szakember, az orvos, vagy bárki azt mondja, hogy ugyan már majd kinövi. Hogyan lehet mégis megtalálni ebbe a helyes arányt, hogy mikortól kell intenzívebben foglalkozni a gyerekkel? Értem, ez az ugyan már majd kinövi gondolkodás, és sajnos a korábbi életszakaszokban is előfordul. Én azt javaslom minden szülőnek, hogyha ő saját érzése szerint a gyermeke fejlődésében problémát észlel, ne hagyja magát lerázni, addig menjen, amíg biztosra nem megy, hogy az ő gyermekével nincsenek problémák, illetve ha van, akkor ezeket oldja meg. A másik, hogy a képességfejlesztéseket el lehet fogadni, el kell fogadni, és keresni kell. Minden gyereknek meg kell találni azt a területet, amire szüksége van. Olyan is van, hogy nem kell semmiféle problémára gombot varni, viszont ugyanakkor ugyanúgy fontos, ahogy eddig is mondtam, hogy a szülő lehetőleg minél nagyobb terepet adjon a gyereknek arra, hogy kipróbálja saját magát. És ugye nagyon fontos elfogadni a szakember által javasolt terápiát is, hiszen lehet, hogy egy mozgással segíti majd a gyereknek az értelmi fejlődését. Így van. A szakember azt is meg szokta tudni mondani, hogy egyfajta típusú terápiára van szüksége a gyermeknek, vagy akár többfélére, mert olyan is létezik, hogy akár minden másnap másfajta típusú terápián vesz részt a gyermek, és így adódik össze a komplex fejlesztése. Ezt mindig a szakemberre kell bízni. Igen, és hogyha elmegy a gyerek egy fejlesztésre, és ott labdázgatnak, akkor ne gondoljuk azt, hogy ez haszontalan, mert hogy azon keresztül olyan ingeráramok, gondolom, indulnak meg az agyban, amik segítik az ő fejlődését. Így van, nagyon sok szülőben felmerült, például a legutóbbi időben az is, hogy miért kell a gyereknek labdát pattogtatni, és elmagyaráztuk neki, hogy ez bizony az idegrendszeri fejlettségnek egy bizonyos szintje, ami az íráshoz kell. A labdapattogtatás az íráshoz kell? Igen, a labdapattogtatás az többek között magában foglalja az írás nyomatékának a kialakulásának a képességét. Tud még ilyen példákat mondani, hogy milyen mozgás segíti aztán később az iskola érettséget? Igen, például a térirányok megtartása, hogyha otthon a gyermeket utasítjuk, hogy forduljon balra a saroknál, és nem tudja, hogy melyik az az irány, akkor az nagyon komoly problémát okoz később az írásban, ugyanis az írásban balról-jobbra haladunk a betűk írásában, és hogyha ő ezt az irányt nem találja el, akár a számolásnál, akár az írásnál, problémái lesznek. Tehát ilyen egyszerű helyzetekből kell kiindulni szülőként. És nem kell büszkének lenni, hogy nem, az én gyerekemmel nincsen semmi gond, hanem igenis utána járni akár a legkisebb problémáknak is. Így van, pontosan. Szakemberhez kell fordulni minden esetben,
Szerintem egyetlen szülő sem lehet teljesen nyugodt, addig, amíg biztosra nem ment, utána már lehet nyugodt. Közben nagyon fontos az, hogy azért a mentális egészségünket is őrizzük meg, és ne aggódjunk folyamatosan, és nyomasszuk a gyereket, gondolom. Így van, a szülőknek mindenképpen figyelmébe ajánlom, hogy ezeket a tevékenységet fűzzék úgy, hogy a gyerekkel együtt szabadidő eltöltéssel legyen ez a történet megsózva, megborsozva, és akkor sokkal könnyebben vészelik át ezeket a kicsit nehezebb időszakokat, viszont ők is tudnak pihenni. Tehát a közös játék akkor ebben is segíthet. Így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. A doktor. Kompressziós kezelés. Köszöntöm Önöket! Egy hosszabb buszút vagy repülőút után nagyon sokaknak bedagad a lába. Ezzel úgy gondolom, hogy semmi gond nincs, de mégis vannak olyanok, akik minden nap ezzel a tünettel élnek. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Orvos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, mi lehet az oka az állandó lábduzzadásnak? Hát kanyarodjunk vissza oda, ami az elején volt. De valóban, hogyha valaki hosszabban ül buszon, repülőgépen, esetleg tanteremben, vagy bármi egyéb okból kifolyólag. Stúdióban így van, akkor ő neki a lába teljesen jogos, hogy beduzzad. Ez nem probléma, ilyenkor megszűnik az a hajtóerő, ami a nyirok, illetve a vénás keringést hajtaná fölfelé, nem mozognak az izmok. Ez egy normális jelenség, azt kell, hogy mondjam. Hogyha valakinek ez állandóan megvan, és soha nem múlik el, vagy esetleg fokozódik, akkor probléma a dolog, és esetenként odáig is tud fokozódni, hogy az illetőnek valóban 10-10 liter folyadék a lábaiba bekerül. Mert ilyen hatalmas méretű, ugye nem fér bele a cipőbe a láb. Hát meg lehet igazándiból próbálni, 10-10 liter, az 10-10 kiló fél oldalon, ez fél-fél cementes zsák nagyjából. Hogyha valaki ezzel próbálna meg minden nap járni, az láthatja, hogy ez igazándiból tud nagyon súlyos probléma lenni a szószoros és átvitt értelmében is. A probléma ilyenkor, hát vagy a lábakban keresendő, vagy nem a lábakban keresendő. Hogyha a lábakban keressük a problémát, akkor az vagy a vénás, vagy a nyirokkeringésnek a problémája. Ebből a szempontból talán a nyirokkeringés az egy nehezebb kérdés. Hogyha valakinek ezzel van gondja, akkor egyrészt nagyon nagy lábduzzadása tud kialakulni, másrészt a terápia, ami erre alkalmazható, az is hát korlátozott, maradjunk annyiban. Tehát kap egyrészt egy belgyógyászati kezelést, hogyha valakinek ilyen problémája van, de ennek ellenére fennállhat továbbra is a lábduzzadás? Először muszáj ezt kivizsgálni. Hát meg kell tudni mondani azt, hogy mitől van ez az egész. Hogyha valakinek rendben van amúgy egyébként a szíve, rendben van a vese működése, nem ürít a vizelettel túl sok fehérjét, rendben van a kismedencében a különféle szervrendszereknek az állapota, akkor valószínűleg ő neki önmagában a nyirok keringésével van baja. Ez nyilván egy vizsgálati sor, amin az embernek ilyenkor végig kell mennie, nem túl bonyolult és nem is fájdalmas, talán el lehet mondani, nem is hosszadalmas, viszont hogyha a diagnózis megszületik, hogy neki limfödémája van, akkor onnantól kezdve sajnos számíthat arra, hogy nem is inkább gyógyszeres, mint inkább fizikoterápia az, amit nála alkalmazni lehet, és hát a nagyon rossz hír az, hogy ezt alapvetően folyamatosan és hosszú távon kell alkalmazni ahhoz, hogy az ő állapota az kielégítő tudjon maradni végig. Milyen egyéb kezelési lehetőségei vannak annak, aki ezzel az ödémával él? Hát alapvetően ugye egyrészt saját magára is vigyáznia kell, hogyha a lábait teheti, akkor ne lógassa, pulcolja föl, ez azt hiszem, hogy ilyenkor alap. Ezt viszonylag könnyen meg lehet tenni, fekvő helyzetben is, hogyha az ember a lába alá tesz egy párnát, ami megemeli a végtagját, akkor onnantól kezdve ez meg is van oldva. Ami nagyon-nagyon fontos, az, hogy ilyenkor kívülről kell adni tartást a lábnak szintén. Tehát, hogyha valakinek a nyirokereiben nem tud úgy keringeni a nyirokfolyadék, a nyirokerei tágabbak ahhoz képest, mint ami lenni kéne, akkor kívülről össze kell szorítani. Na most itt át lehet fáslizni is ezt a lábat, az egy kicsit nehézkes, mert ugye a fáslit föltenni, különösen, hogyha egy ekkora lábunk van, akkor az nem egyszerű, plusz, bár idővel azért gyakorlatot szerez az, akinek ilyen problémája van, a megfelelő módszer is, hát gyakorlatot igényel, be kell gyakorolni. Talán ilyen szempontból egy kompressziós harisznya az jobb, azt viszont hát a nap nagy részében hordani kell, és akkor megvannak azok a módszerek, amiket otthon már kevésbé lehet alkalmazni, ez vagy egy nyirokmasszázs, amit ilyenkor tudunk csinálni, vagy esetleg egy gépi kompresszió, a kettő az hatékonyságát tekintve nagyon nem tér el egymástól. Gépi kompresszió? Hogy néz ki ez? Hát úgy kell elképzelni, hogy a beteg kap egy csizmát.
ez gyakorlatilag a lábujjaitól, hát igen, az mondjuk az, nem feltétlenül lehetne beépíteni azokat az elemeket, amik egyébként ezt kellenek, ugyanis ezt levegővel föl kell fújni. És abban a csizmában... Levegővel felfújt csizma. Nagyjából igen. Tehát igen. Gyakorlatilag a lábujjaktól a combtőig fel lehet helyezni, fel tudunk helyezni egy ilyen csizmát. Uh-huh. Ez a csizma az azért izgalmas, mert ebben légkamrák vannak. Ezek a légkamrák pedig hát időről időre fölfújódnak, és nyomást helyeznek el az illetőnek az alsó végtagjára. Hát innentől kezdve azt hiszem nem művészet, hogy mi fog történni, hogyha megnyomjuk ezt a folyadékot, és megfelelő szekvenciával tesszük ezt, tehát kifelé masszírozzuk a lábból ezt az egészet, akkor az ödémának a mennyisége, a nyirokfolyadéknak a mennyisége csökkenhet, ezt ki kell egészíteni gyógytornával mindenféleképpen. Tehát olyan mozdulatokat kell ilyenkor művelni, ami mindegyike abba az irányba hat, hogy a lábból ezt a folyadékot, ezt a törzs felé irányozzuk kifelé, és onnantól kezdve, hogy a lábból a törzsbe bekerült, azért a szervezet a többit elintézi. Na ezt megtenni, ez nehéz, hogy a lábból a törzs felé a folyadékot elirányítsuk. Milyen gyakran kell részt venni ezen a kompressziós kezelésen? Attól függ, hogy hányadan állunk ezzel az egésszel. Hogyha a kezdetek kezdeténél járunk, tehát nagyon az elején van, akkor napi rendszerességgel. Tehát akkor az van, hogy hát 2-8 hétig terjedően az illetőnek napi rendszerességgel ezt meg kell csinálnia, és hát ez kell ahhoz, hogy elinduljon a folyadékáramlása a lábakból kifelé, a törzs felé. Akkor nem egész életen át kell naponta kompressziós kezelésre járni? Van, akinek igen, őnek javasolni szoktuk, hogy szerezzen be otthonra egy ilyen eszközt, mert azért napi rendszerességgel valahova eljárni kezelése, az úgy gondolom, hogy csöppet megterhelő. Hát, uh-huh. Ha ilyen súlyosságú a dolog, akkor ezt otthon is érdemes csinálni. Kezdetek kezdetén mindenféleképpen azért kell valahova elmenni, ahol ilyen kezelést csinálnak, hogy megmutassák, hogy is megy ez. Uh-huh. Milyen érzés, hogy kell a gépet beállítani, hogy kell föltenni a csizmát. Aztán utána, hogyha a folyadékáramlás megindult, akkor egy kicsit lehet lazítani ezen az egészen, tehát akkor már nem feltétlenül napi kezelésről beszélgetünk, akkor már 2 naponta, 3 naponta lehet, plusz a kezdetek kezdetén 24 órán keresztül viselt harisnyát, azt is ilyenkor már éjszakára esetleg le lehet venni, de azt tudni kell, hogy az elsődleges, a primer nyiroködéma, a limfödéma az úgy nem nagyon szeret meggyógyulni. Tehát alapvetően ezzel folyamatosan, úgy gondolom, élethosszig foglalkozni kell. Nem be kell erre rendezkedni, de akkor van egy gépi megoldás, és nem csak a kompresszió. Ja, hát akkor ezt kiegészítik egymást így. Köszönöm szépen a beszélgetést. Adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra jövő hét pénteken.